Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. Nem gyarapodott a miniszterelnök ingatlanjainak száma, viszont nőtt a megtakarítása. Ez derül ki Orbán Viktor friss vagyonnyilatkozatából. A kormányfő továbbra is fele részben tulajdonolja a 12. kerületi lakását, illetve teljes tulajdonos a Felcsúti házának. Egyetlen változás, hogy 14 millió forint került feleségével közös bankszámlájára. Novák Katalin továbbra is 8 házban vagy lakásban tulajdonos, ezen kívül 41 millió forint megtakarítása van, ami épp 9 millióval több, mint legutóbbi nyilatkozatában. Fizetésén túl további bruttó 200 és 500 ezer forint közötti bevétele van havonta. Kocsis Máténak van egy Szász Endre festménye. Mindemellett a Fidesz frakció vezetője visszakapott egy 28 milliós családi kölcsönt, így most 68,8 millió forint megtakarítása van. Szép napot kívánok, sziasztok! Gyurcsány Ferencnek továbbra is megvan 50 négyzetméteres pápai lakása és Köcsei birtoka is. Ez utóbbiban fele részben tulajdonos. Viszont értékpapírokban most csak 461 millió forintja van, ez 126 millióval kevesebb, mint legutóbb. Na, hát a témát részletesen is kibeszéljük majd Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit gondoljunk ezekről a számokról? Már nem is abszolút értelemben, hanem hogy mennyire takarják ezek, fedik a valóságot. Ugye Horn Gábor nyilatott a Híradóban egy ezen a riporton belül, ennek későbbi szakaszában arról, hogy ő is vallott 11 éven keresztül, még képviselő volt. Most nem tudom, hogy önmagából indult ki, vagy a képviselőtársai vagyonnyilatkozatának realitását ismerő mondta azt, hogy hát ezek bizony kétséges, hogy mennyire takarják a valóságot. Tulajdonképpen a vagyonnyilatkozati rendszerünk az annyit ér, hogy évente egyszer, hagyományosan ugye január 31. február 1-e környékén megengedi, hogy a kíváncsi polgárok 201 nehány állami vezetőnek a spejzba, hálószobába, bankszámlába betekintsen, és amit meg akar mutatni a magáról nyilatkozó parlamenti képviselő, kormánytag, állami főhatóság vezetője, azt úgy egy kicsit csámcsogva, kicsit cuppogva megtekintsen, hogy hű, most akkor pár százmilliója van szegény, akkor most csak egy Wartburgja van, ugye nem néztem meg Pintér Sándor vagyonnyilatkozatát, hogy a mitikus vartyogó az megvan-e még. Azt hallottam, hogy igen, de nem megerősített forrás. Ugyanakkor nem szítja a kedélyeket, amikor 200 ezres pedagógus bérekről beszélünk, vagy éppen a 600 ezer állami közalkalmazott körében is hasonló fizetésekről beszélünk, és nekik nem jut, vagy nem rendezik, vagy azt mondják, hogy nincs keret, nincs lehetőség rendezni a bérüket. Közben ugye a miniszterek, képviselők fizetése is folyamatosan óriási léptékben növekszik, látjuk ezekben a számokból. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy pártunk és állunk vezetői az adófizető pénzéből ilyen jól élnek, de persze a vagyonnyilatkozati rendszernek nem az lenne a funkciója, ha működne, hogy összehasonlítsuk más állami vagy nem állami fizetésből élő dolgozóknak a bérével. Önmagában ugyanis az, hogy az állami vezetők jól keresnek, az még csak nem is korrupció természetesen, meg valamilyen mértékben szükséges. Sőt, annak a megelőzését szolgálna részben. Persze, hát meg kell védeni őket a kísértést, ugye ott van állandóan a mézesből, de most gondoljunk bele, hogyha Pokorni Zoltánnak lett volna igaz, aki 2010-ben azt mondta, hogy aki a közösben nyúl, annak a kezét kell lecsapni, akkor ezek a szerencsétlenek most hogy fognának kezet, hisz már egynek se lenne keze. Szaúd-Arábiában működő rendszer, és lehet, hogy nem tudom, mennyire eredményes, de... Én mondjuk maradnék annál a megoldásnál, hogy az állam végrehajtsa végre azt a javaslatcsomagot, amit a Transparency International Magyarország és más civil szervezetek, az átlátszó K-Monitor 2013-14 óta napirenden tart, hogy a vagyonnyilatkozat az ne csak arról szóljon, hogy mit skríbol össze az illető magáról kézzel és szkennelbe fényképezett fájlként, hanem hogy azt vizsgálják meg a hatóságok, ellenőrizzék, derüljön ki, hogy tényleg az adózott jövedelméből van-e az a vagyonosodás vagy megtakarítás az illető miniszternek, parlamenti képviselőnek, vagy nem tud rá magyarázatot adni, és akkor kelljen ugyanúgy felelnie, mint bármely magyar polgárnak, aki az adóhatóság előtt nem tudja megmondani, hogy miből lett a háza, megtakarítása, autója, mert általában nem ússza meg annyival, hogy valaki nyilatkozik róla a tévébe, és neki meg válvonva azt kell mondani, hogy jó, bocs, elfelejtettem kitölteni. Egyébként mennyire eredményes ezek a magas képviselői vagy miniszteri fizetések korrupcióellenes hatása, hiszen láthatjuk ugye a Völner Sládl ügyből most újabb részletek a tanúvallomásokból kerültek nyilvánosságra, melyekben hát több
vezető fideszes politikus képviselő neve is szóba került, vagy olyanok, hogy völnek visszavonatott egy minisztériumi feljelentést. Tehát az állami vezetői szinten is a korrupció azért ennek az ügynek kapcsán legalábbis úgy tűnik, hogy jelen van. Hát nem lesz soha olyan mértékű és összegű fizetés, ami mindenkit megvéd attól, hogy kísértésbe essék, illetve ne tudjon ellenállni a kísértésnek. Ha igazak azok a vádak, amiket a hatóságok Völner párral szemben megfogalmaznak, akkor ő valószínűleg egyfajta ilyen törött kultúrájú ember, megbomlott erkölcsi rendben működött. Nem tudom, hogy milyen mértékben lehet jellemző ez a hatalom gyakorlására általában véve, hiszen mi úgy tartjuk nyilván, hogy miközben a hatalom, a Fidesz Magyarországon a korrupciót módszerként alkalmazza az uralmának a megtartására, például a közbeszerzések szétosztásánál, az állami megrendelések haveroknak juttatásánál, illetve a kormány döntéseit kontrollálni hivatott intézmények elfoglalásánál. Abban gondolkodtunk, hogy valószínűleg egyébként a janicsároktól, az állami tisztviselőktől fegyelmet követel, és hát időnként vannak sorcserék, tehát néha egész főosztályokat csuknak le egyes minisztériumokban a gyanú szerint korrupt magatartások miatt. Völner Pál remélhetőleg kirívó eset volt. A kérdés vele szemben nem az, hogy mekkora súlyú büntetésre kell számítson, valószínűleg nagyon nagy súlyúra, komoly hosszú évekre, 8-10 évre akár. A kérdés itt inkább az, hogy meddig lehet tartani ezt az álláspontot, hogy ő valami elszigetelt jelenség volt a saját minisztériumán belül, és senki másnak politikai felelősséget sem kell viselnie azért, hogy az igazságügyi minisztériumban tulajdonképpen tarifarendszerben árusította a befolyását, a döntéseit, illetve kilóra vette meg az elgondolásait a végrehajtói kartól. Hát ugye a beszélgetésünk apropója az is, hogy túl a képviselői vagyonnyilatkozatokon, ugye a Transparency közé tette egy kimutatást, vagy korrupciót, éves korrupciós jelentést, amelyben ugye Magyarországot a legkorruptabb európai országként jelölte meg. Erre rögtön jött a kormányzati reakció. Erre tulajdonképpen közvetlenül nem is reagálva, nem is tagadva vagy kritizálva ezt a megjegyzést, csak azt jegyezték meg, hogy bezzeg Brüsszellel, az Európai Parlamenttel kapcsolatban nem folytatott ilyen vizsgálatot, vagy nem jelentetett meg semmit a Transparency. Ez egyrészt mennyire gyenge, vagy erős, vagy alapos védekezés, másrészt tényleg mennyire általános az összeurópai kultúrában, vagy nem tudom, a világ vezetői között is ez a fajta korrupciós hajlam. Hogy látjuk a példákat, sajnos valóban vannak az Európai Parlamentben is ilyenek. A hatalom birtokosait egy ideig rendkívül frusztrálta az, hogy a Transparency International Magyarország, illetve maga a nemzetközi mozgalom a Transparency International évről évre kihozza a korrupcióérzékelési indexet, és ebben Magyarország egyre gyatrábban teljesít. Ugye 2012-ben még az Unión belül a nem túl előkelő 19. helyet foglaltuk el, akkor 55 ponttal a világ 46. legkorruptabb országának számítottunk. Na innen sikerült 31 helyet meg 13 pontot rontva, 42 ponttal a 77. helyre visszacsúszni az Unióban meg az utolsó helyre. Bocsáss meg, az egy kérdés mindig egyébként, hogy mennyire autentikus, mennyire elfogadható, mennyire független az önök értékelés szempontrendszere, tehát hogy mennyire kifogásolhatja ezt valóban reálisan a kormány, hogy esetleg elfogultak, vagy bizonyos szimpátia vagy ideológia mentén vizsgálják a különböző országokat, szervezeteket, és lám-lám Európai Parlamentet nem például. Hát hogyha most lenne másfél óránk, akkor olyan szívesen tartanék módszertani szemináriumot arról, hogy hogy épül fel a társadalmi tömegjelenségek érzékelésének a mérése, de nincsen, valószínűleg másfél percünk is alig van erre. Ez a vizsgálat az országokat méri. Az Európai Unió, az Európai Parlament és az Európai Bizottság az meg nem ország. Ez nem azt jelenti, hogy a Európai Uniós szinten megnyilvánuló korrupciós kockázatokkal ne foglalkozna a Transparency International. Hát a kormány a válaszkritikájában ezúttal nyilván a saját dühét, mérgét is palástolva nagyon mellé lőtt, mert egyébként a Transparency Internationalnek pont a magyarországi szervezete volt az, amelyik már 2015-ben jelezte, hogy súlyosan problémás az Európai Parlamentnek a lobby szabályozása és a képviselők ott is akár megvehető kilóra. 2014-ben is és 2019-ben is az Európai Parlament választásokra ajánláscsomaggal készültünk, felkínáltuk az összes képviselőjelöltnek, hogy csatlakozzon a mi többek között az európai parlamenti képviselők lobbistákkal szembeni védelmét szavatolni hivatott elképzeléseinkhez. Nagyon kicsi volt erre a fideszes irányból a hajlandóság. Az utolsó fél perccel még egy nagyon fontos személyt is érintő kérdés. Ugye ebben a kormányreakcióban az is szerepel, hogy a nemrég felállított integritás hatóság
korrupció ellenes munkacsoportjában, ott van ön is személy szerint, úgyhogy lehetőség lesz majd közvetlen közelről szemlélni, vagy vizsgálni, vagy kontrollálni akár a magyar korrupció ellenes küzdelmet. Mennyire tartja ezt reálisnak, egyáltalán mi történt már, vagy mit lát jelenleg a rendszeren belül? A munkacsoportnak a harmadik ülése az jövő hét kedden délelőtt lesz. Eddig csak eljárási ügyrendi kérdésekről volt szó. Nyilván a Transparency International Magyarország nem naív, tehát pontosan tudjuk, hogy bárányként farkasok közé ültünk be, nincsenek illúzióink, de örülünk annak, hogy legalább van valami érdemi párbeszédre lehetőség, ez 10 éve nem volt így. Megpróbáljuk a helyzetből a lehető legtöbbet kihozni. Az első feladat az, hogy március 15-ig a munkacsoportnak értékelő jelentést kell letenni az asztalra a magyarországi korrupciós helyzetről. Szerkesztő is elképzelhető, hogy a nézőpontok, az elképzelések távol állnak egymástól. Mi úgy gondoljuk, hogy van korrupciós helyzet a hatalombirtokosai, úgy gondolják, hogy már teljesítették az Európai Bizottság elvárásait, meglátjuk, hogy tudunk-e félúton találkozni, vagy két párhuzamos jelentés fog készülni. Legkésőbb akkor márciusban mindenképpen várjuk, de reméljük még addig is találkozunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!